bringáz a munkába. Egy hónapig figyelemfelhívó kampányt rendez a kerékpáros klub, annak céljából, hogy minél többen válasszák a kétkerekű járműveket, a közösségi közlekedés, de még inkább a személygépjárművek helyett. Nyilván nem csak amiatt célszerű kerékpárral közlekedni, mert fizikai adottságánál fogva egy kétkerekű jármű több helyen elfér, ezáltal gyorsabban lehet A-ból B-be jutni, hanem azért is, és sokkal inkább talán ezért, mert környezetkímélő. A kormányzat több éve támogatja e kezdeményezést. Több mint 25 millió forint támogatást biztosítottak e kampányra. A vonalban Révész Máriusz, kerékpározásért felelős kormánybiztos. Hát a kormány elkötelezett egyébként magáért a kerékpározásért is, vagy a kerékpározás ügyért, úgyhogy nagyon sok kerékpárút épül Magyarországon turisztikai céllal és hivatásforgalom, ez az munkába járás segítő céllal is. És a Bringázz a munkába kampány pedig a szemléletformálás szempontjából is különösen fontos. Ugye az a helyzet, ha szétnézünk Európában, akkor azt tapasztaljuk, hogy évről évre szinte minden nagyvárosban folyamatosan és gyorsan növekszik a kerékpárral közlekedőknek a száma, ami egyébként nem véletlen, hiszen ilyen 5-6-7 kilométeres utazások esetében a nagyvárosok döntő többségében a leggyorsabb közlekedési eszköz a kerékpár. Ráadásul Magyarországon most szembe kell nézni azzal, hogy egyrésztről hál' Istennek, másrészt van ennek is árnyoldala is, de a gazdasági helyzet javulásával folyamatosan növekszik a gépkocsiknak a száma. Március-március alapon 39%-kal növekedett az eladott új autóknak a száma. Ez egyrészt örvendetes, hogy az emberek megengedhetik maguknak, viszont ha az úton közlekedünk, vagy az utakon közlekedünk itt Budapesten, akkor folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobbak a dugók. Évente körülbelül itt Budapesten 3-3,5%-kal növekszik a forgalomban lévő autóknak a száma, és nyilván ez a közútfejlesztés nálunk sem, meg máshol a világon sem tud lépést tartani. És azok a városok az élhetőbbek Európában, meg a világon is, ahol például a kerékpáros közlekedésnek a részaránya az magasabb. A fővárosi önkormányzat azt a célt tűzte ki a Balázs Mór tervben, hogy a mostani 2,5%-ról 2030-ra 10%-ra növeli a kerékpáros közlekedés részarányát a budapesti közlekedésben. Ez egy elég ambiciózus célkitűzés. És ez a Bringázz a munkába kampány, ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy erre segít rá nem kis mértékben. Ez a Bringázz a munkába kampány, ez egy hónapig fog tartani. Egy hónapig egy ilyen telefonos applikáción keresztül lehet a napi kerékpározásokat, vagy kerékpáros utazásokat rögzíteni, és a végén kisebb motivációs ajándékokat fogunk kiosztani a Bringázz a munkába járó emberek között. Hát a kisebb, ebben még elektromos bicikli, hétvégi, kétnapos, illetve többnapos kétszemélyes utazásoktól kezdve nagyon-nagyon sok minden, nagyon-nagyon sok minden szerepel benne. Ezt a Bringázz a munkába kampányt, ezt mi csak finanszírozzuk, ezt a Magyar Kerékpáros Klub működteti, ő szervezi, ő folytatja le, és hát bízunk benne, hogy legalább 10 000-en részt fognak venni az idei Bringázz a munkába programban. Na most az a helyzet, hogy ez először 2007-ben indult el, aztán 2008-ban a közlekedési minisztérium az támogatólag beszállt mögé, aztán szépen lassan azok a, hogy mondjam, milyen háttéreszközök, amit annak idején használtak az útvonalak rögzítésére, azok elavultak, úgyhogy kellett egy új telefonos applikációt is bérelni, fejleszteni hozzá. Ez megtörtént, és hát nagyon reménykedünk benne, hogy el fog érni sok-sok emberhez. Egy amerikai kutatás szerint azok az emberek, akik kerékpárral járnak munkába, azoknak a várható élettartama az 2 évvel nagyobb, mint azoknak, akik mindezt autóval teszik.
Hát érdemes abban a perspektívában dolgozni, hogyha 100 000 embert mondjuk rá tudunk venni, hogy naponta kerékpárral járjon dolgozni, akkor 200 000 évet adunk a magyar társadalomnak. Tehát szerintem ez egy igen komoly eredmény lehet, és azt mondják a hozzáértők, hogy a 100 000 fő az egyáltalán nem elérhetetlen. Tehát ha megnézzünk bizonyos holland városokat, vagy mondjuk Kopenhágát, ahol 37% a kerékpáros közlekedés részaránya a budapesti 2,5%-kal szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy van még tér a fejlődésre. És tényleg, aki járt ezekben a kerékpáros európai nagyvárosokban, az látja, hogy ezeknek ilyen egészen sajátos hangulata van. Tehát ott rengetegen járnak biciklikkel, kisebb a dugó, több a zöld felület. Akik autóval járnak, azoknak is jó, mert az autóval legalább egy picit gyorsabban tudnak haladni. Tehát azt hiszem, hogy az egész város, Budapest és a nagyvárosok élhetőbbek lesznek. És ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr azt fogalmazta meg, megválasztását követő beszédében 2030-ra az egyik legélhetőbb országnak szeretné látni Magyarországot, ehhez pedig hozzátartozik, hogy a városaink is élhetőek legyenek, zöldebbek, környezetbarátabbak, nyugodtabbak, ahol jobban lehet élni, és kényelmesebb az egész város. Igen, Orbán Viktor miniszterelnök úr most egyébként is 2030-ig tervez, tehát most a kerékpározástól függetlenül én is hallottam, hogy az egész kormányzati struktúrában, vagy az ő elgondolása szerint ugye érdemes 12 évre előre tervezni. Viszont amiről nagyon fontosnak tartom, hogy még beszéljünk, az örök vita az autósok és a kerékpárosok között, illetve az örök probléma, hogy van-e egyáltalán, vagy lesz-e elegendő kerékpár út. Mi a hozzáállás a főpolgármester részéről, illetve mi a hozzáállás az autósok részéről, tehát hogy a főváros mennyire tudja ezt támogatni, finanszírozni, hogy épüljenek kerékpárutak, illetve mennyire szorgalmazzák, és az autósok mennyire toleránsak a kerékpárosokkal szemben, mert önök hiába kezdeményezők, ez nagyon jó kezdeményezés, de hát az autósokból sokszor azt látjuk, hogy hiányzik a tolerancia, és bizony kevés a kerékpárút még mindig a főváros útjain, meg a nagyvárosok útjain. Szerencsére nagyon sok kerékpárút épült az elmúlt időszakban, és azért Tarlós főpolgármesterot meg kell védeni, mert ami a kerékpározás ügyében történt Budapesten, az elsősorban 2010 utáni időszakhoz kötődik. Sorolhatjuk a kerékpárutakat az Andrássy úttól kezdve nagyon sok helyen, egy nagyon pozitív szemléletváltás történt a fővárosban. Ez még akkor is így van, hogyha közben egyébként vannak meglehetősen nagy nézeteltérések, de egyébként ehhez a ciklushoz kötődik mondjuk a Bubinak a beindítása is, és még sok mindent lehet mondani. Örömhírként mondhatom, hogy 9 milliárd forintos uniós forrás áll a fővárosi önkormányzatnak rendelkezésére kerékpárút fejlesztésekre, és hát nagyon komoly fejlesztések fognak történni itt az elkövetkező, mondjuk azt, hogy 2 évben. Például a Rákospatak mentén lévő kerékpárút az ki fog épülni. Ez egyébként az Euróveló 14-es útvonalnak is része lesz. És ez azért érdekes, ez a Rákospatak menti kerékpárút, csak hogy ezt a fejlesztést emeljem ki, mert ez a munkába járás szempontjából is nagyon fontos, hiszen itt a Gödöllő is a Szeg térségéből ezen keresztül be lehet jutni a fővárosba, de turisztikai szempontból is egy rendkívül fontos gerincútvonal lesz. De ezen felül is még nagyon sok kerékpáros fejlesztés várható Budapesten. Természetesen a kerékpárosok mindig szeretnék, ha még gyorsabban is még több lenne. Az autósokkal pedig vannak olyan területek, amikor kisebb-nagyobb konfliktusok vannak, de azt kell mondjam, azokban a városokban is, ahol most nagyon sokan kerékpároznak, ott sem ment konfliktusmentesen a kerékpáros hálózatnak, kerékpáros infrastruktúrának a kiépítése, de az előbb már mondtam, hogy hosszú távon egyébként az autósoknak is ez érdeke, hogy aki csak teheti, vagy minél többen üljenek kerékpárra, hiszen ezáltal az autóval is valamelyest közlekedhetőbbé válik a város. Ha kisebbek lesznek a dugók, akkor az mindenkinek összességében jó.
A kormányzat azt tervezi, hogy kresszmódosítást hajt végre a kerékpárral közlekedők biztonságos közlekedése, illetve az autósokkal történő konfliktus helyzetek megoldása érdekében. Révész Máriusz, kerékpározásért felelős kormánybiztos. Ezt a kampányt egyébként szeretnénk évente kétszer, egyszer tavasszal és egyszer ősszel megismételni, és reménykedünk benne, hogy minden évben egyre többen fognak csatlakozni hozzá. Illetve még eszembe jutott, hogy elmondjam, hogy kidolgoztunk a kerékpáros klubbal és más kerékpáros szervezetekkel, illetve a Közlekedéstudományi Intézettel együtt egy nagy közlekedési csomagot, amiben kresszmódosítás is szétszámmal szerepel, ami pont azt a célt szolgálja, hogy azoknak a konfliktusoknak a számát, amelyek például az autósok és a kerékpárosok és a gyalogosok és az autósok között vannak, azokat csökkentsük. Fontosnak tartjuk, hogy a bécsi egyezményből átvegyük a magyar keszbe és a gyengébb közlekedők védelméről szóló alapvetést. Ezen felül, amit még itt nagyon fontosnak tartanék kiemelni, hogy elkészítettünk egy ilyen közlekedési, mondjuk azt munkafüzetet általános iskolás gyerekek számára, 10-11 éves gyerekek számára, ugyanúgy, mint ahogy ez van Ausztriában, Németországban vagy Franciaországban, és azt szeretnénk, hogyha az általános iskolában sokkal komolyabban foglalkoznának ezzel, hiszen a közlekedési kultúra alapjait azt már ebben az életkorban le kell rakni. És ugye Ausztriában, Németországban kis diplomát is, vagy bizonyítványt is kapnak a gyerekek, hogy valamiféle kressz ismeretekkel rendelkeznek. Ez nem lenne rossz Magyarországon is, mert például a magyar kressz szerint 12 éves korában egy gyerek kimehet főútvonalra is biciklizni, és igazán nem biztos, hogy egyetlen táblát is, vagy bármilyen közlekedési szabályt ismer. Én azt hiszem, hogy ezen mindenképpen változtatni kell. És hogyha ezt ezen a területen is sikerül előrelépni, akkor hát szerintem van remény arra, hogy itt a konfliktusoknak a számát, a baleseteknek a számát is csökkentsük, és ezzel a legtöbben félelemből nem mernek el kerékpárra ülni. Ezért szerintem így van esély arra, hogy hosszú távon a budapesti, illetve a más nagyvárosokban a kerékpározóknak a számát is növeljük. Révész Máriusz, kerékpározásért felelős kormánybiztost hallottuk.